Külön kiadás, a Spirit Mafia újra támad. Sziasztok, elképzelni nem tudjátok, mi történt. Ez most egy külön kiadás, ugyanis a mai napon közzétettem egy videót Garjevvel és a negatív entrópiával kapcsolatban, és azonnal jöttek az elég érdekes kommentek, hogy a spirituális maffiát megemlítettem. Képzétek el, van egy kedves YouTube néző, Facebook csoporttag? Micsoda? aki hát megkeresett, igazából több hónapja, lehet, hogy már több mint egy éve beszélgetünk, és elkezdte emlegetni azt, hogy az oltásban mikrocsippek vannak. Na most én ezt egy picikét kifogásoltam. Kérdéseket tettem fel, tudjátok, én kérdezni szoktam. És nem tetszettek neki a válaszok. És erre elkezdett fenyegetőzni, hogy feljelent a fogyasztó védelemnél, hogy én ilyeneket mondok, hogy negatív entrópiával működik a készülék, ezt be kell majd bizonyítanom, és hogy ilyen nincs is. Hát a tájékozatlanság az mindenkinek jár. Honnan is kezdjem a dolgot? Tehát, hogy az oltásban vannak-e mikrocsippek vagy sem? Én több mint 8 évet töltöttem el szoftverfejlesztőként az Apple oldalán, és két évet különböző hardverek fejlesztésében, többek között Wi-Fi chip programozással. Úgyhogy van benne tapasztalatom, állíthatom. Na most Azokat a kérdéseket tettem fel, mely szerint, ha az oltásban van wifi chip, mondjuk azt, hogy komolyan veszem a kérdést. Milyen energiaforrással működik? Tehát honnan veszi az áramot? Az információ hogyan jut bele, hogyan jut ki onnan, tehát valami antenna rendszer kell neki, ugye? A vérben keringve, hogyha oltásról van szó, ez hogyan tudja megoldani, és hol van az adatfeldolgozó része ennek a wifi chipnek? Vagy Bluetooth chip igazából teljesen mindegy ebből a szempontból. Hogyan hat a biológiai rendszerre egy wifi chip? Tehát egy digitális információkat, digitális jelet küldő eszköz a szervezetben milyen hatással van a biológiai szervezetre? Egy négyszögjel, amely csak digitális információkat küldözget. Kértem a szabadalmi leírás, meg tudjam tekinteni, miről van szó. Kértem azt, hogy ezek az információk honnan származnak. nevezük ezt a Facebookozót Árpádnak. Árpád állítása szerint dr. Tamasi állított ilyet, hogy az oltásban vannak mikrocsippek, és mondom, ezzel nincsen semmi gond, kérem azt a bírósági döntést, mert a bírósági döntések vannak arról, hogy fejlentést tettek, és a felentés az, az rendben lezajlott, tehát megnyerte a fejlentő, ezeket a pereket, tehát tényleg mikrocsip volt az oltásban, kérek erről dokumentumot, bármilyen dokumentumot. Na, annyira megsértődött az illető, hogy engem fel akar jelenteni a fogyasztóvédelemnél, hogy igazoljam, hogy a készülékem az negatív entrópiával működik, mert ilyen nem létezik. Ha egy kicsit tájékozottabb lenne, és kicsit jobban figyelne minden fejengető elvtárs, akkor odafigyelhetne arra, hogy a cold electricity az egy valós folyamat, és például a research gaten utána lehet nézni annak, hogy a negatív entrópia hogyan működik az elektronikában, hogyan működik a biológiában, a kémiában. Mert valószínűleg mindenhol tetten érhető, és pontos, precíz kutatási anyagok vonatkoznak a negatív entrópia jelenlétére. Készülékünkben specifikusan az MPIC modulátorban is megtalálható, ezért ér el sejt regenerációs hatásokat. A biológusok a negatív entrópiát nagyon régóta ismerik, különböző bioaktív folyamatokban játszik kulcs szerepet. A feljelentésről pedig csak annyit, hogy a feljelentő Állja a perköltséget, itt Bécsben, a Bécsi Bíróságon óránként kb. 400 euróba kerül a perköltség, amely elvesztése esetén a feljelentő fizeti a teljes költséget. Hát, hogyha a fogyasztóvédelem jelent fel, akkor abban az esetben a magyar állam. Nem gondolnám azt, hogy a magyar államnak ilyen sok pénze van egy teljesen fölösleges perre. Én ezt így érzem, hogy ez egy abszolút mértékben reális, valid, valós dolog, hiszen Különböző kísérleteket javasoltam nektek, amiben otthon meg tudjátok vizsgálni, hogy ez hogyan működik, ez a jelenség. Illetve a készülékeink pedig egyértelműen kimutathatóan, bizonyíthatóan ezzel az energetikával is működnek, szinkronban a normál entrópiával, hogy az egyensúlyi állapotokat megtartsuk. Tehát továbbra is az MPIK modulátorokat tudnám nektek javasolni, és a hullámgenetikai fájlokat, a reklámot pedig. Köszönöm szépen a feljelengetőknek, hiszen így még nagyobb forgalmat érek el. Köszönöm. Sziasztok!